mindenkit itt a legújabb minisorozatban, amiben itt leszünk egy csomóan! Túsztak a srácok, én csónakkal jöttem, hello! Szavaztok! Hello, hello! Oh, mi ez a sok cobweb? Miért kaptam ennyi cobwebet? Te vagy! Te vagy! Na, szóval ebben a minisorozatban kalandozni fogunk egy gigászi nagy pályán, amit egyelőre még nem fedeztünk fel, de ami késik nem múlik. Szólni kívánok hozzátok! Üdvözöllek benneteket itt! A birodalmunkban! Most már ez a miénk, ezt a földet megszereztük, és nem érdekel, hogy mit mondanak a benszülöttek, akkor is el fogjuk foglalni ezt az egész földet. És a célunk az, hogy felfedessük minden szegét zugát, kifosszuk értékeit, meglopjuk a lakosait, és alapítsunk egy szép társadalmat. Benne vagytok? Violence, ezt tetszik. Igen, és Kalambusz Dávid! Jól van, akkor első körben szerintem csináljunk magunknak valami lakható környezetet, úgyhogy vegyük célba valamelyik ilyen. Szia, Dávid! Na mindegy, ott hagyjuk, aztán majd visszatérünk hozzá, hogyha kedvünk szottyan. Viszont itt van egy Iron Golem uraság. Oh! Nézd, ez beomlik? De hát. De mekkora? Oda nézd, várjál. Ó, nagyon satisfying amúgy. Oh! Zoli már ki is lopta a kovácsot. Jó, hát én találtam egy nyerget. Én nem? Nekem ez eddig itt a nyerget. Nem voltam gyorsan. Mi pereget? Én hozom a chestet. Jelen kedvem van most. Viszont, srácok, rögtön el is kezdődött az első éjszaka, ahogy Ágnes mondta, úgyhogy mit szólnátok, hogyha szereznénk ágyakat, és akkor átszundítanánk. Nem, van egy pár. Már későbben vagyok. Na már csak kettő ember találjon valami ágyat. Nem tetszik, hogy itt mellettem áll öt villager, és közelről bámulnak, hogy alasszok, nem tetszik. Nem baj. Ágnes kinnalszik a szabadban, és a villager-ök moleszterálják. Nálunk ilyen kolis hangulat van. Amúgy tényleg, szinte érzem a lábszagot. Nem jött be ez az alvásos dolog szerintem amúgy, úgy ahogy terveztük. Van elég ágy egyáltalán? Nem tudom, befekszem a izébe, nem tudok. Ott van, bennézd, ott abban a házban. Jobbra menj, ott is jó. És megint van egy ember, akire valszik! De. Most. Ez az, boy! Mekkora küzdelem volt! Az első achievement meg is van. Jó, tudtunk egyet aludni. Viszont srácok, várjatok, gyertek, gyűjjetek ide. Légy szíves, itt a falunál van egy nagy fal, szólni kívánnék hozzátok, ismételtem vala. Én már szedem. Már a nagy fát! Szedi a fát! Most szólni kívántam az mindenki! Na, szóval mindenkinek külön feladatot fogok kiosztani, mert én ilyen parancsolgatós kedvemben vagyok. Szóval, Ágnes, te leszel a farmer. Hol lesz a ház? Hát az még egy jó kérdés, mert ezt még nem találtuk ki. Te mit csinálsz itt? Matazza jó, te favágó leszel, akkor Hippo és mondjuk Diamond. Ti kezdjétek el a házat építeni valahova. Matazza, meg Dave, ti lesztek a favágók. Zoli, meg gyere, én, meg bányász. Let's go. Nem lehet a házépítés, ha már itt bontom le a házat. Akkor cseréljünk, ja, akkor cseréljünk. Meg van jelölve, itt a ház, van minden. Nem tudom, valahogy, hogyan kellene ezt itt megjelölni? Jó, ezt majd itt körbe összem, de így van most megjelölve. Igen, letettem a spawn pointot. Várjál, felhúzok mindjárt ide egy ilyen szép nagy oszlopot, hogy meglegyen. Amúgy, hogy nézem, a falusiak most beszélnek ki minket, mert ott vannak a főtéren, és beszélik ki a parasztok. Mit csinálsz? Jézusom! Most ott mi történik? Semmi, csak a Dave az ránkomolasztotta a barlangot. Az komoly. Nézd a Diamondot, hogy ki van pattintva a gyerek! Honnan szereztél gyémánt blokkot? Vagy gyémánt blokkot? Mi az arany blokkot? Szerinted honnan szerz egy gyémánt blokkot? Ő Diamond. Sehonnan. Kik a kiöltött? Figyelj! Megmondom. Magic. Na. Nekünk víz kéne, nem gondolja? De várjál, ha már ennyire Én meg akkor váltok, mindjárt találok kedvel egy blokkot. Nem szeretem. Igen, nem kéne vízületeményes ez, haló? De, lehet, hogy nem ártana. Itt szembe van lejjebb. Fányás, jó, csak nincsen egy fákjád esetleg, mert én megvakulok olyan sötétben. Van izé fád amúgy? Van fám. Akkor tudok adni torcsot. Torcsot, ami szén amúgy. Jó, amúgy csak szólok, hogyha a falusiak kopogtatnának, hogy mit tudnak a házeltűnésekről, én itt voltam veletek végig. Jó, oké, nem mondjuk el nekik. Szóval... De hozom a szintemet, hamarabb gazdagodtam meg, mint hogy szereztem követ. Ágnes, te merre akarod a farmot?
Arra szóval... ott a fahelyére, de ja. egy vödröt szeretnék. Hát adok egy másik izét. Viszont Ágnes, úgy látom, hogy a munkádat elviszik. Na várjál, mert betesszük akkor az égetnivalót. Vigyázott a creeper jön hozzád? Elkezdődött az alapozási munkálat. Nagyon jól haladsz, nagyon jól haladsz. Kicsit lepusztítom itt belül, jó? Egy kicsit megletet. Majd valószínűleg még vissza kell menni tisztességesen alapanyagokat szerezni, de... Nem az? Figod arca! És ő amúgy mit csinál itt? Hogy horkol? Hát meghalok, horkol a özé, a csávó. Dávid, ha nagyon zavar, akkor majd lecserélem, de most egyelőre... Jó lenne, hogyha már az a veteményes haladna, mert kezdek éhezni. Hát, aki nem lootol, aki a halott, igen. Dávid. Igen? Tessék. Barna kenyér. 3 darab. Barna kenyér. De nem is barna! Nézd, mit hoztam! Nézd, mit hoztam! Én is kiteszem a részemet a házikóból. Hoztam ilyen kis növénykéket. Ide ne ültessék fákat amúgy. De van. Ó, hát akkor ültess valahova. Ide nézz, itt legyen a... Mit tudom én, milyen hipóerdő. De nehogy levejétek az összes állatot előtt, termesztetek. Inkább fehérnek kellett volna lennie amúgy a hipóerdőnek, az úgy viccesebb lenne. Hát, ja, de még nem láttam nyírfát. Fejezni valaki a kerítés? Aha, igen, ezt hoztad, elhoztad a fekete báránkát? Mennyire rendben? Miért most bajod van azzal, Dávid, hogy fekete? Nem, ezt akartam mondani! Hát, komolyan mondom. Tényleg, amúgy elmennék horgászni, nem lenne bajunk a kajával. Amúgy igazatok van, figyelj már! Nem mondasz a kis mézre. Van, ott a izé, pókháló. Lap is az kell, az jó valamire? Hát enchantolni mondjuk lehetne már. Ja, tényleg. De őt miért nem lehet? Kit lehet? Csináljatok gyereket! Gyerünk! Ott is van! Hát ebben és ő miért jött be? Bejött egy falusi! Gyere ki! Gyere már ki! Élvezi a jelenetet. De... Azt mondja, kell neki izé... Porcsop! Abból ad nekünk egy emeráldot. Egy emeráldért pedig ad nekünk nyúl husit. Vajon megcsinálom a leghasznosabb blokkot a Minecraftba. Jaj ne, mit csinálsz? Erre kíváncsi. Tessék! De miért szereted ezt ennyire? Bejöttem chillesen horgászgat. Amúgy ja, nem lenne egyszerűbb odaúszni a halakhoz és leverni őket? Én azt csináltam. De az izé, tropical fish, nem? Te megeszed Némút. És kifogtam egy puffer fish-t. Milyen jól csináljuk. Amúgy nem, hippo, itt nem vagyunk. Hátradőlve ezt, nem ilyenkor szoktak amúgy bontani egy sört? De. A horgászok. Megvan a... Hátradőlni. Jaj, azt hittem én fogtam. Jönnek a szúnyogok is, mert esélyen. Én nem sörözöm, csak horgászok. Várjál, hát van egy ötletem, hát hülyék vagyunk. Ott, hogy kell. Hát rákatít az jobb klézzel. És le tudsz... Itt horgászok, de jó! Jaj, Istenem! Jaj. Hát ez rettentően autentikussá teszi ezt az egész dolgot. Ja tényleg, várjál, csinálj már egy fotót. Vagy várjál, csinálok veled. Vagy fogjad? Várjál, akkor a legnagyobbat előszedem. Ja, a legnagyobb. Valahogy nem tudom. Vizé, úgy, az nagyon jó, várjál, hadd csináljak fotót. Ez nagyon rosszul néz ki. Nekem nem volt. Inkább ott a parton álljál, jó? Az jobban néz ki, mert így nagyon szerencsétlenül néz ki, így. Nagyon jó. Jó, oké, megvan, király, köszönöm szépen. Na, ez így szép volt. Én is köszönöm. És a villager miért ment be a tehenekhez, ez direkt lett tudod? Nem, az azért bement. Nagyon, azért... De ő pont a hentes amúgy, ez nagyon... Azért ment be, lopja az üzéket. Tényleg? Szegény kis boci. Ó, kinőttek a fák, na várjál, akkor itt az idő, most költöttem el az összes cobblestone-omat. Ez ott lopant, ez Ágnes, ez... A kajánk alakul. Üdös! Megsült? Egy sor szar, de... Vagy, na...
Én meg nekiállok ennek a nagy fának. Jön! Jön! Úristen, hogy sétál itt a creeper, te jó ég! Úristen! Akkora volt a fa, hogy befagyott. Nem tudom. Van aki ilyen... Jó, valamennyire kifákjáztam. Jesus! Ajja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 j
azt a fafarmot, ami kifejezetképpen epikön működik. Figyeld, Hippo, mit fogok csinálni. És hallod, úgy be fognak indulni, egymást izé gerjesztik, vagy nem tudom mi lesz velük, de hallod, ez hogyha itt egy beindul és elkezd nőni, akkor nem lesz megállás. Én hoztam egy gyémánt, az első gyémánt itthon, itt a ládám. Na, akkor már nincs van, is. 22. Na, kert az achievement, az achievement. Hopp, hopp, nézd a fafarmot, oda nézd! Nézd nekem, hogy a falusi itt lődörög, mert learadt minden. Figyelj! Elveszi a munkad! Figyelj, olcsó áron elhallgattathatom amúgy. De amúgy miért nem... Ja, már elment. Milyen szomorú! Nézd meg, milyen szomorú lett! Dávid, fordulj meg! Dávid, fordulj meg! Itt vagyok. Fordulj meg. Ó, mekkorákat kapott. De ez milyen logika? Érted? Nem nő sem erre. Kiütöm itt a blokkot, erre oda nő. Szerintem, esküszöm, semmi rossz indulat neki, valaki kezdje már egy börtön csinálni, mire matan az ideje. Amúgy a házba lehet egy ilyen zárt. Én itt csinálok egy ilyen izét, lávás részt, ahol majd a lávát fogjuk. Ah, ott legyen. Hát igen, ide csinálom, de majd szépen kicserélgetem az oldalait szebbre, hogy ne dört néz, ne dört legyen a kinézete. De amúgy akkor szenet se kell annyira szedni, mert majd tudunk izé égetni lávával. Bizonyám. Na, akkor... Zsenik vagy. Jó, hát ez nagyon csúnya egyelőre, de jobb lesz, mint a semmi. Hát majd, hogyha lesz rendes pincénk a házat, majd oda átköltöztetjük. De nézd, itt végig tudjuk majd rakni, nem kell feltétlenül a... De miért kellett hozzá a cseppkőkő, hogyha amúgy... Az nem tudtam, hogy kell-e vagy nem, de amúgy meg tudunk akkor itthon neveszteni, hogyha van olyan kövünk. Nyugi, van nálam még... Nézd, két, itt a fafarmunk, szóval nem kell félni. Ja, igen. Szerintem még nem van... lesz a fával gondunk. Figyelj, még van nálam 2,5 deszka, meg a 32 drönk, szóval... Nagyon adakozóak voltak a másik faluban, annyit mondok. De szerintem én egész jól haladtam, van konyhánk is. Jó, ez a házam úgy. Ügyi vagy, Zoli. De nem tudok futni se, itt vagyok közel, csak batyogok hazafelé. Ó, hogy már valaki itt szortírozta a cuccokat. Ja, én nem láttam. De még ne nagyon, mert úgyis hozzuk. Én csak külön raktam a gyémántot meg ezeket. Ennyi gyémántot? Értékek. Ezt kezdjük akkor már el égetni. Ott vagytok! Látlak titeket! Én ha nem gond 3 gyém... Ezt az értékességeket, ezt le tudod onnan venni? Ha nem gond, én 3 gyémántot elcsoltam. Hoztam nektek gyémántot, 30 gyémántot, ne szóljátok itt szóval. Ja, a páncérgyű lesz egyik róla, az is beletartunk a közésbe. Itt van 64 gyémánt. Ja, de azt most mindenki elkezd magának kraftolni, akkor káosz lesz. Ne kraftolj még akkor. Nem. Azt mondom, hogy nem. Egy sír legyen nálatok. Úgyis csak eltöröd. Mi van neki írva? Világhírű, túlélő ház profitnak. Oké. Okay. Hálószoba. Van kis sütő. Hát te ezt hallod, ez nagyon jó. De miért nem vaslapot tettél rá? Azért, mert nem akartam, akkor még nem volt meg a vas, ezt nem akartam elkezdeni. Mohásod, betenészedett a sütő. Nem, nagyon szép, nagyon szép. Ez szép, itt a frigó is, meg minden. De Batazó, most tényleg bevettél megölni őket? Hát egyet izé... Jó, akkor mikor lesz kész a börtön? Ki szavaz arra, hogy berakjuk Matanzát? Matanzai, én szavazok arra. Én erősre támogatom. Szóval akkor eddig jutottunk ebben a részben, hogyha tetszett és szeretnétek látni folytatást, akkor csapassatok rá egy lájkot. Köszönjük, hogy itt voltatok. Csá-csá! Ciao!